akinek csak érvényes előnevezése van, passzálhat föl a hajóra, illetve akinek ugye ebből adódóan megvan a nevezése, nem kell a pénztárhoz jönni, lódat váltani, teljesen ingyen föl tud szállni a hajóra, átfogja a küdés, illetve kérdezték tőlem, hogy mi lesz a kor. Augusztus 1-én 38. alkalommal rendezték meg a Balaton átúszás Tréfülöp és Balatonboglár között. Ez 5200 méter, de idén féltávot is lehetett teljesíteni, boglári indulással és érkezéssel. Tudom köszönteni, és majd megtudjuk a rajtszám alapján a 200.000. úszó. Az első napon, augusztus első szombatján, első napján meg lehet rendezni. És milyen érdekes itt a boglári oldalt, mondom azt, hogy ma boglárka. Boglárka jön a vízből, akkor az idején hozzá is boldog névnapot fogunk nekik kívánni. Boglárom, boglárka. 2020-ban. Hadd kérdezem meg a kedves közönséget, ha most kérnek célba az úszó, hogy tudnám tapsolni? Egy kis köszönöm szépen, egy kis gyakorlás. Meg lesz a csúcs. Figyeljetek, vigyázzatok! Nagyon fontos, hogy az úszó, amikor kijön a lépcsőből, a csipangyás, ugye a hútort van a sárga porogban, a sárga ott akkor áll meg. Na most kell sietni azt, hogy meglegyen az a bizonyos csúcs, hiszen 58-30 volt, papár, 55-36. Meges, nagyon szépen köszönöm a kedves közönségnek a biztatást, hiszen ebben az évben 2020-ban a 38. Lidl Balaton átúszással. Hát tudottam mondanom az elején a verseny. A verseny van az elején azért, hogy megdöntsék ezt a csúcsot, ugye az volt, hogy Kristóf Dél-Koreán a védélajzsolt a 5 km 53-22 teljesen. Ebben a pillanatban 56 percet fogunk érkezni. Nagyon fontos, hogy hagyjatok utat, mert oda kell szaladni Kristófnak a sárga pólósokhoz. A sárga pólósokhoz oda kell menni, akkor kezdjük. Gyerünk, 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 gyerünk. Leggyorsabb úszó Rasovszky Kristóf volt, aki 57 perc alatt teljesítette a távot, ezzel új pályacsúcsot felállítva. A női úszóknál Olasz Anna volt a leggyorsabb. A római katolikus templomban orgona koncertsorozat indult, melyeket keddenként tartanak. Július 28-án Szotyori Nagy Gábor, Klos Krisztina, Gordonka művész közreműködésével kápráztatta el a közönséget. Thank you.
A szombatesti kultkikötő Grecsó Krisztián és Beck Zoli karantén utáni első találkozása a színpadon, zenés irodalmi estje. Azt hittem érdemes meghalni csak azért, hogy egy dalt eljátszak, és hogy Csaba bér. A fejemre kerül vagy, a nagyobb nyakamba, vagy hogyha még nagyobb, hullahoppozgatva. Sétáljak benne végig majd a főúton, az autók tülkölnek, én meg csak hogy tudom. Rossz helyen sétálok, de járdán nem férek el, mert az én koszorúm nagy helyet követel. Magának és végül engem vesz úgy körül, hogy fogja káplárja, is leszek legbelül. Fájó szívemnek csak az a kívánsága, hogy ezt a vonulást, amit én meglássam. Az anyám sóhajcson, ez lett az én fiam, pedig nem hittük ezt, amikor boldogan. Otthon ültünk és vártuk már nagyon haza, 15 volt és még nem volt soha csaja. Gimnáziumnak meg, szülői terveknek. Aztán most koszorú, jó volt az a pofon. Apának mondja ez, anyu, de én tudom. Pofomból nem lett még koszorút soha, pofomból koszorú nem lett még soha. Nem lett még. Csak ezért, hogy egy dalt eljátszak, és hogy csak belefér. Színpadon halni meg, de hogy is csatába, nem is párnák közt, bár mindenhogy hiába. Van ez a szar élet, bár szebb is lehetne, ha nem volna kényszer, hogy minden szar este. Eljátszam, milyen szar, nekem ez az élet, hogy örülj, ha hozzám éred majd a tiédet. A tiéd. A tiéd. A tiéd. A tiéd. A tiéd. A tiéd. Sok minden volt. Emlékszem, hogy nem egyszer felhívtam az autóklubot, ugye? Mondja Grecsó, hogy most hol van. Hát jó, jó, jó járgány volt, abban hallottam először, és így mentem egyek. És te az jutott eszembe. Mindegy, szóval, hogy én meg Csongrádon voltam gimnazista, onnan 8 kilométerre, ahol Zoli próbálkozott, és majdnem ezt töltötte egy fél évet. A drámai tagozatom. Kettő között az a különbség, hogy ő tényleg járt oda. Én meg a drámaisok, különböző drámaisok végzős interjúiban olvasom, hogy együtt jártunk oda. Tulajdonképpen az van, hogy végtér is a Grecsóval mindketten korlátozott ilyen lokalitással vagyunk legendák.
Szóval, hogy legendás szentesiek vagyunk, egyikünk se szentesi. Legendás szentesiek vagyunk, a Grecsó úgy, hogy sosem járt oda, de mindenki elmeséli, hogy az ő osztálytársa volt. Én pedig úgy, hogy azt az egy dolgot nem mesélik, hogy miért rúgtak ki, ellenben másfajta kirúgások akcióit elmesélik. Egyszer emlékszem, egy ilyen szentesi diákokkal találkoztam az Ördög Katlan Fesztiválon. Zárójelben megjegyzem, most épp az Ördög Katlan Fesztivál zajlana, ha nem a foci meccsek zajlanának. És a történet az úgy nézett ki, hogy találkoztam ott szentesi gimnazistákkal. És akkor oda jön hozzám két nagyon lelkes ilyen szentesi gimnazista, és akkor azt mondják, figyelj, hogy az hogy volt, amikor, hogy azért rúgtak ki, mert hallottuk, hogy éjszaka belopóztál, és felgyújtottad az iskolai könyvtárat. Hát mondtam, szerintem a Grecsó volt. Így alakulnak a legendák. Az első színdarab. Nyarat búcsúztatni keser édes mulatság. Mert az ősz derengő csodáját csak akkor érti meg az ember, amikor elmúlik a gyerekkora. Az meg sokszor, sokféleképpen múlik el. És persze vannak a gyereklétnek apró szilánkjai, melyek örökre ott maradnak és szúrnak a szívbe. Az őszt tisztelni kell, mert a megújulást jelenti, valaminek a kezdetét. Évadokat a katedrán, a színpadon és más olyan deszkákon, ahonnét esetleg kiválasztottak szólnak hozzának.